Üdvözlöm a Karcag Televízió minden kedves nézőjét! Folytatódik a Polgármester válaszol interaktív műsorunk, amelyben Szepessy Tibor városvezető a lakosság által feltett kérdésekre válaszol, majd aktualitásokról beszélgetünk. Üdvözlöm polgármester urat, és köszönjük, hogy elfogadta a meghívásunkat. Köszönöm szépen a meghívást, jó napot kívánok, üdvözlöm a televízió nézőket! Kezdjük a lakosság által feltett kérdésekkel. Örömmel vették a városban történő új parkolóhelyek kialakítását. Várhatóak-e újabbak az elkövetkezendő időszakban? Valóban már ugye az elmúlt interjúban is beszélgettünk arról, hogy mennyire megnövekedett a forgalom Karcagon, de mondhatom azt, hogy akár az egész országban, hiszen nagyon sok gépjármű van forgalomban, egyre több a városokban is, egyre többen használják. Egyre többen használják a mindennapi életben, tehát nem csak vidékre való utazásokkor, hanem valóban napközben is egyre többen használják a meglévő gépkocsikat. Ez ugye a parkoló létszámban okozott problémát, hiszen nagyon sokan nem tudtak parkolni, nagyon sokan olyan helyen kezdtek el parkolni, ami nem igazán ideális volt a közlekedés szempontjából, hiszen elsősorban a reggeli órákban és a kora délutáni órákban ugye az iskola kezdésre frekventálva volt legnagyobb a forgalom, és ugye ez az iskolák, oktatási intézmények környezetében volt a legnehezebb. Ezért kezdtük el a parkoló fejlesztést ezeken a helyeken elsősorban, de mindenképpen folytatni kell. Szerintem nagyon jó ütemben és nagyon jó helyeken sikerült az első parkolókat kialakítani, hiszen picit csökkent az a terhelés, ami a városközpontot érintette a reggeli órákban, illetve ahogy mondtam a délután, tehát ez a 3 és 5 óra közötti időszakban, de folytatnunk kell a parkolóépítést, és természetesen azokhoz a fejlesztésekhez kapcsolódva, amelyek ezzel párhuzamosan mennek. Tehát ugye a kerékpárút fejlesztése zajlik, ehhez mindenképpen kell majd a piac környékén parkolót fejleszteni, a kerékpárút fejlesztés zajlik a Táncsics körúton az óvodák környezetében, tehát mindenképpen kell ott is parkolót fejleszteni. A kórház környékét szeretnénk további parkolókkal segíteni, hogy könnyebb legyen a kórházba való bejutás a parkolással. És hát vannak még olyan területek, ahol oktatási intézmények környezetében is, ahol ezt folytatni kell. Ugye a Kacsó utcának a terhelése a piac megépülésével, illetve a kerékpárút elkészültével biztos, hogy nőni fog. Tehát a vele párhuzamos utcán is valószínűleg meg fog nőni a forgalom. Ugye ott is van egy oktatási intézmény, a Szent Pál Marista Általános Iskola, tehát várhatóan ott is további parkolóépítésekre lehet majd számítani. Folytatjuk, és én úgy veszem észre, hogy a lakosság is egyrészt jó néven vette, hiszen van parkoló, másrészt a környezetbe is illeszkedik az a gyeprácsos megoldás, ami azért a zöld felületek megtartását is tudja eredményezni. Mikorra tervezik a Bringa Park elkészültét? Örömmel jelentem, hogy a Bringa Park elkészült, tehát maga a felépítmény az teljesen kész van. A műszaki átadása, illetve a picit a csinosítása van még folyamatban. Ugye abban az időszakban tudta befejezni a kivitelező, nyilván pályázati kötöttség is a határidő befejezését illetőleg, de abban az időszakban tudta befejezni, ami nem igazán ideális a parkosítás szempontjából. Tehát hátra van még a füvesítés, egy kicsit a tereprendezés, a pályához való megközelítés biztosítása. Nyilván itt meg kell állnunk majd egy picit, hiszen a barna mezős beruházás, ugye az egész Erzsébet ligetnek az átgondolása és annak az átalakítása, fejlesztése ezzel együtt zajlik. Tehát úgy kell majd kialakítanunk a pálya használatának rendjét, hogy közben azt a beruházást, amely mellette folyik, sőt teljes egészében körbe folyik mellette, azt ne zavarja. Úgy szeretnénk megoldani, hogy folyamatosan lehessen majd használni, és mégis tudjanak menni a mellette lévő munkálatok. Tehát a pálya elkészült, a műszaki átadása van folyamatban, a parkosítás, és ahogy ez elkészül, én bízok benne, hogy a tavasz folyamán már teljes egészében birtokba vehetik a fiatalok, a kerékpározni vágyók. Milyen programok várhatóak a város életében még az adventi időszakban? Ugye a Dénéni Kulturális Központ szervezi a városi programokat.
Nagyon jól sikerültek, én azt gondolom, az előző időszak programjai, és folyamatosan nagyon jó és nagyon szép minőségi programok zajlanak, színház, mozi, különböző író-olvasó találkozók, mesemondó verseny, versmondó verseny, amelyről folyamatosan lehet tájékozódni itt a médiákban is. Még egy nagyobb programmal készül a Délinél, készül az önkormányzat, hiszen egy kísérleti jelleggel a Városháza udvarán szeretnénk egy kulturális programot lebonyolítani december 20-21-22-én, tehát egy hétfőket szerdai napon. Ez a délutáni órákban lesz ez a nyitott kulturális program, ahol koncertekkel, kézműves vásárral, kóstolókkal egyben lehet majd a Városháza udvarán egy kicsit beszélgetni, teázgatni, ne adj Isten forralt bort fogyasztani mondjuk egy kürtős kalács mellett. De hogy ne csak a délután legyen ilyen szabad, délelőtt is nyitva lesz majd az udvar, de akkor elsősorban az óvodás és az általános iskolás diákoknak. Tehát egy újfajta programmal próbálunk kedveskedni a város lakosságának. A Városháza udvara még ilyen szempontból soha nem volt igénybe véve, ami egyébként nagyon szép és nagyon impozáns maga a Városháza udvara, úgyhogy a hátsó bejáraton lehet majd megközelíteni, és várunk minden érdeklődőt. Szerintem a részletes program, a koncertek, az előadóknak a névsora hamarosan meg fog jelenni a plakátokon. Eddig voltak a nézői kérdések, várjuk továbbra is azokat a már ismert e-mail címre, és most aktualitásokról fogunk polgármester úrral beszélgetni. Milyen fejlesztések, beruházások vannak folyamatban, illetőleg várhatóak az elkövetkezendő időszakban városunkban? Nagyon sok beruházás zajlik a városban, és erről már nagyon sokat beszéltünk. Nagyon sok az, ami nyilvános és látszik is, nagyon sok olyan beruházás van, amely falakon belül zajlik, mint mondjuk az idősek otthonának a felújítása, vagy a most kezdődő bölcsöde felújítás, ami a Varró úti bölcsödét fogja teljes egészében érinteni, hogy a diákok, illetve a gyerekek már elköltöztek az idénglenes helyekre az óvodákba, úgyhogy a napokban fogunk szerződést kötni a kivitelezővel, amely kiválasztása megtörtént, és január elején meg is tudja kezdeni majd a munkálatokat. Ugye azt várjuk a bölcsöde felújítástól, hogy a következő tanév kezdetére, tehát várhatóan augusztus végére, szeptemberre elkészül, a bölcsöde vissza tudnak költözni a gyerekek. Ugye tervezzük azt, hogy ne csak egy bölcsödénk újuljon meg, hanem most lehetőségünk van arra, hogy tudjunk pályázni a másik bölcsöde felújítására, a Varró úti bölcsöde felújítására. Erről épp az előző testületi ülésen döntött az önkormányzat, hogy élünk ezzel a pályázati lehetőséggel. Tehát azt szeretnénk, hogy egy folyamatot tudjunk biztosítani, amikor elkészül a Varró úti bölcsöde, és vissza tudnak költözni a gyerekek, akkor a másik bölcsödéből az idénglenes helyre ki tudjanak költözni a Vasút úti bölcsödéből, és ott is meg tudjon indulni. Én nagyon bízom abban, hogy sikeres lesz ez a pályázatunk, és mind a két bölcsöde néhány éven belül egy teljesen megújult, impozáns 21. századi környezetbe tudja majd várni a gyerekeket. Ezzel együtt nyilván tervezzük majd az óvodák felújításának a folytatását is, hiszen most vannak folyamatban azok a pályázatok, vagy a top pluszos pályázatok, amelyek a következő 7 évre fogják meghatározni a pályázati ciklust, a mi lehetőségeinket is. Ezeknek az előkészítése folyamatban van. Ugye a legelső ilyen pályázat az az élhető város pályázat, amelyben most úgy döntöttünk előzetesen, és erre folynak az előkészületek, hogy folytatjuk azt a csapadékvíz elvezető programot, amelyet elkezdtünk. Ugye most a katolikus város rész és a városközpont, illetve a Sistak irányába lévő település résznek a csapadékvíz elvezetését fogjuk tudni megoldani. Erre már megvan a pályázat, ugye ez folyamatban van a tervezése, és most folytatni fogjuk ennek a csapadékvíz elvezetésnek a programját. És hát ugye zajlanak azok a beruházások, hogyha folytatjuk a sort, amelyek azért a város arculatát is meghatározzák. Lassan a végéhez közeledik a kerékpárút pályázatnak a befejezése, ugye várhatóan április-májusra fog teljes egészében elkészülni az új kerékpárút a Széchenyi-sugárúton,
a piac környékén, illetve a rákötése a Madarasi útra, annak a felújítása, majd a külterületi kerékpárút egészen a Hagéig el fog készülni. Ezzel együtt párhuzamosan sikerült befejezni azt a lassan két és fél éve húzódó útfelújítást, amely még a Szennyvíz-Havária részhez tartozott, a Széchenyi sugárúton, ugye a posta, a rendőrség és a posta között. Most tudtuk befejezni, rákerült a közútra az a kopó réteg, ami eddig arra várt, hogy ülepedjen a talaj, megálljon az aszfalt, és akkor most rákerült a végső burkolati rész, tehát ezt a Havária részt, ezt a Szennyvíz felújítási részt is ezzel a burkolat aszfaltozással le tudtuk zárni. Én azt gondolom, hogy nagyon jó minőségbe készítette el a kivitelező. A vissza kanyarodunk egy picit a kerékpárúthoz, és ezt most örömmel mondom, és szerintem most először a város nyilvánossága előtt, hiszen mindig az volt a kérdés, amikor a kerékpárúthoz értünk, tudom, a város lakosságának is a kérdések tömkelegéből, és ezt itt a stúdióban is sokszor elhangzott, hogy mi lesz a Kisújszállási úti kerékpárúttal, hiszen azt a város szinte minden lakója használja, munkahelyre, iskolába, óvodába bevásárolni, ugye a bentlakók kijárnak rajta, a kintlakók bejárnak rajta, tehát vélhetően a lakosság nagy száma használja. Ugye mindig elmondtam azt, hogy az önkormányzat, a képviselők, országgyűlési képviselők is, én magam is, mint aki ott lakik a kerékpárút mellett, és azért elég sokat használjuk ezt az utat, azon dolgoztunk az elmúlt időszakban, hogy átfogóan legyen a kerékpár út hálózatunk felújítva. Nos, örömmel jelentem, hogy nem volt hiába való a munka. Megkaptuk a magyar kormánytól, akinek ezúttal is köszönjük a támogatást, megkaptuk azt a forrást, amelyből a Kisújszállási úti kerékpárút teljes hosszában, tehát a Forint utcai torkolattól egészen a kutatóintézetig megújul. Ezek a munkálatok elkezdődtek, a tervezés van most napirenden. Ha minden a megfelelő ütemben zajlik, a mi elképzeléseinknek megfelelően, akkor azért vélhetően február-március hónapban, nyilván időjárás függő azért az útfelújítás mindig, de megkezdődhetnek a munkálatok, tehát a tavasz végi, nyári időszakra a Kisújszállási úti kerékpárút is csatlakozik a többi kerékpárúthoz, és egy vadonatúj aszfalton lehet majd kerékpározni. Én azt gondolom, hogy ha beruházásokról beszélünk ebben a pillanatban, akkor talán ez a legfontosabb a város lakossága életében. És hát, hogyha vannak további jó hírek a beruházásokkal kapcsolatban, hiszen nem olyan rég volt egy sajtótájékoztató, ahol Varga Mihály miniszter úr a Karcagvárosi Sportcsarnokról beszélt, hogy ez is egy örömhír, hiszen a mai magyar közlönyben jelent meg az a támogatás, az a forrás, amelyet a magyar kormány biztosított a új multifunkcionális karcagi sportcsarnok tervezéséhez és a közbeszerzési feladatok előkészítéséhez. Tehát most teljes munka feladatunk azt fogja kitenni a következő napokban a kollégáknak, akik ezzel foglalkoznak, hogy megfelelő ütemben tudjuk előkészíteni a sportcsarnok építését, tervezését, és egy olyan dokumentációt tudjunk összehozni, amely utána a további források lehívására is lehetőséget biztosít. Mindig megkérdezik, hogy hol lesz ez a sportcsarnok, hiszen amikor miniszter úr bejelentette, még többféle verzió is napirenden volt. Ugye közben elvégeztük azokat a talajmechanikai vizsgálatokat és egyéb forgalomtechnikai, és nem akarom sorolni tovább azokat a jogszabályi előírásokat, amelyek ezzel kapcsolatosak, de ezt a feladatot elvégeztük. A városi sportcsarnok, az új multifunkcionális városi sportcsarnok a Tesco mögötti területen fog megépülni, tehát a jelenlegi Tesco és a Szent Annai Sámuel középiskola kerítése közötti sarki részen fog felépülni, ide lesz megtervezve, és hát vélhetően én nagyon bízom benne, hogy a jövő év
közepe vége felé a munkálatok is elkezdődhetnek, és akkor már látványosan is ezen a területen fog felépülni majd ez a csarnok. Tehát a Tesco és a Szentendrei mögötti sarki területre tervezzük, és hát bízom benne, hogy oda is fogjuk tudni felépíteni majd ezt a gyönyörű, szép, multifunkcionális csarnokot. Polgármester úr, köszönjük az interjút, és hogy stúdiónk vendége volt. Köszönöm szépen. Viszontlátásra. Kedves nézőink, köszönjük a figyelmet. Vigyázzanak magukra. Viszontlátásra.